Biztos vagyok abban, hogy életetek során találkoztatok, vagy láthatok olyan embereket, akár videókban, tévében, akik más dimenzióban élnek és működnek, amikor egy számukra fontos szegmensről van szó az életükben. Ennek egyik fő mozgatórugója a szenvedély, a maximalizmus, az önfegyelem és olyan magasra tett távlati célok, amelyek elérése már-már emberfeletti teljesítménynek tűnnek. Elképesztő, lehetetlennek tűnő mozdulatokat hajtanak végre, olyan tudásra tesznek szert, hogy az irigylése méltó, és sokszor olyan precízen állnak az előttük lévő feladatokhoz, hogy feltesszük egy idő után a kérdést, embere egyáltalán az, aki velünk szemben áll, vagy egy másik bolygóról érkezett? De mi is teszi a profit profivá? Hol válik el a haladó szellem a profitól? Mit és kit nevezünk profinak? Bontsuk ki ezt egy kicsit. A profizmus egy olyan állapot, amelyet azok a személyek érhetnek el, akik kiváló szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek a munkájukban vagy tevékenységükben, és ennek köszönhetően magas szintű teljesítményt érnek el. A profizmus általában azt jelenti, hogy valaki rendkívül elkötelezett, valamint szenvedélyes a munkájában, és mindent megtesz azért, hogy a lehető legjobb legyen. A profizmus azonban nem csak a teljesítmény magas szintjét jelenti. Az igazi profi szakember az általa végzett munkához magas szintű etikát és integritást is társít, valamint rendkívül hatékonyan tud kommunikálni és együttműködni másokkal. A profizmus fogalma több területen is alkalmazható, legyen szó az üzleti világról, az oktatásról, a sportról, az orvostudományról vagy más egyéb területekről. A profizmus megköveteli a maximális alázatot, odaadást, fókuszt, akaraterőt, emellett állandó tapasztalatszerzés és kudarc kövezi ki az odavezető utat. A különbség a középszint és a profi között a hozzáállásban, a motivációban, az edzésmunkában és az elkötelezettségben a mentális állapottól különbözik meg. A középszinten korlátokat és akadályokat látunk, kevésbé akarjuk az áhított célt, vagy megelégszünk kevesebbel is. A beletett munka mennyisége, a konzekvencia hiánya, a mentális instabilitás is kedvezőtlen hatással lehet a profizmussá válás elérésében. Minden kétséget kizáróan ez mind rengeteg időt és energiát igényel. A kérdés mindig abban rejlik, szükséged van-e arra, hogy profi legyél valamiben. Itt kerül képbe az egyéni preferencia és célok lefektetése. Ebben a videóban sorozatunk utolsó elemeként a kezdő és középhaladó szinttől idejutva 10 saját súlyos gyakorlatot hoztam haladóknak és azoknak, akik profi szintre szeretnék emelni a tudásukat a saját esélyes edzés illetően. Ha készen álltok, emeljük a tétet! Az Impossible Push-up, azaz a lehetetlen fekvőtámasz nevében is benne van, hogy nem az egyszerű gyakorlatok közé sorlandó, hiszen az alkarra engedésből teljesen átnyújtott karral támaszkodunk meg, miközben a gravitáció izmaink ellen dolgozik. A Muscle Up az a gyakorlat, ahol a húzockodás és a tolockodás találkozik, amit egy rúdon megtámasztott momentum köt össze. A megfelelő technika kulcsfontosságú ehhez a gyakorlathoz, hiszen enélkül egy felemás felkapaszkodási próbálkozást kapnánk, ami tele van sérülés veszéllyel. A tanítványaim által elnevezett büdös bogár, azaz rotáló hasprés, az egyik személyes kedvenc haladó hasizom erősítő gyakorlatom. Az egyenes hasizom mellett folyamatosan dolgozik a ferde hasizom is. A hátraszaltó az a gyakorlat, ahol a robbanékonyság, a koordináció és megannyi izom egy időben történő mozgatása, valamint feszítésének eredményeként forgunk 360 fokot a levegőben, majd érkezünk meg biztonsággal páros lábbal a talajra. Ezt a gyakorlatot alkalomattán a lábedzéseimre szoktam belecsempészni, vagy kombinálni más gyakorlatokkal. Az egylábas szökkenés fejleszti a dinamikát, a robbanékonyságot, a combfeszítő és hajlító izmait. Mindenképpen egy nagyobb, biztonságos platformon végezd a biztos talajfogás érdekében. Végezheted úgy is, hogy nem ér talajt az inaktív lábad, ezáltal nagyobb terhelést róva a munkát végző lábra. A straddle planche, azaz támaszmérleg, ikonikus street workout, illetve tornász elem, ahol a fő cél a tökéletes egyensúly megteremtése, amit két karon hozunk létre, míg a lábaink a levegőben vannak. Ehhez több izomcsoport egy időben történő megfeszítése szükséges, valamint golyóálló vállak, feszes törzs és központ, combfeszítő izmok és megfelelő erősségű és mobilitású könyökizület. A front lever, azaz a mellső függőmérleg legfőképp a hátizmait veszi igénybe, mint trapéz, rombusz, széles hátizom, illetve a törzs izmait. Az elem átnyújtott és feszített térdeket, lábfejeket igényel. Itt az a cél, hogy egy rúdon történő vízszintes pozíciót alakítsunk ki és tartsunk meg.
Az egyik személyes kedvenc dinamika és állóképesség, robbanékonyság fejlesztő gyakorlatom a dobozra való felugrás, ami ez a platform magasságát a saját edzettségi állapotunkhoz, súlypontemelkedésünkhöz válasszuk meg. Figyelj arra, hogy a karok és lábak szinkronban dolgozzanak a tempóvételnél és a kiugrásnál is. Ha ez nem jön létre, az a súlypontemelkedés rovására megy. A sárkányzászló a frontlever egyik alappillére, ahol már komolyabb kór és törzsizomzattal kell rendelkezned. Próbálj meg arra figyelni, hogy a csípőd ne lógjon le engedés közben, és a visszaindításnál is ügyelj arra, hogy ezt tartsd meg. A lábáltás a levegőben az extrém explozív gyakorlatok közé tartozik, ahol elképesztő sebességre van szükséged ahhoz, hogy a lábáltás létrejöjjön és a talajfogásra is legyen időd. Kiváló állóképesség és dinamika fejlesztő gyakorlat. Összegezve. Ezek a gyakorlatok mind komoly progressziókon mennek keresztül, ahol az izületek már golyóállók, ahol találkozik a megfelelő robbanékonyság, erőállóképesség, testtudat és mobilitás. Az is látható, hogy eltérő izomcsoportonként milyen nehézségekkel fogunk szembenézni. Ugyanis lesznek gyakorlatok, amik jobban mennek, jobban szeretjük őket, és lesznek olyanok, amelyekben gyengébbek vagyunk, és kevésbé helyezzük őket előtérbe. A kérdés mindig az, hogy mit szeretnénk ezekből kivenni, egyáltalán szükséges-e ennyi mindent tudni, ha nem verseny és élsport a kérdés. Én a saját magam részéről azért építem be ezeket a gyakorlatokat az edzéseimbe, mert szeretem azt a fajta szabadságot és korlátok nélküli érzést, amit ezek okoznak. Szeretem a súlyzós edzést, és abszolút nem tudom enélkül elképzelni az edzéseim rutinjait, de teljesen más érzést és eredményeket, lehetőségeket nyújtanak, mint a saját testsúlyos edzés. Számomra önmagában az esztétika sosem állt az első, de még a második helyen sem, ezt mindig megelőzték a kvalitások, a mentálisan megszerzett tapasztalatok, az, hogy reális helyre tegyem a képességeimet, ezek szerint láthassam magam, illetve a hiányosságaimat. Így mindig tudom a határaimat, mire vagyok képes és mire nem, még. Ez segít a sérülések elkerülésében, biztonságot, magabiztosságot nyújt nem csak az edzés és egészségtudatosság világában. Ha valamiért megéri ezt a szintet tartani és elérni, azok számomra ezek a velejárók. Lehetséges kiváló fizikumot építeni e gyakorlatok nélkül is? Igen, természetesen. Ezek a legjobb izomépítő gyakorlatok? Kontextus kérdése, de alapvetően nem. Szükséged van rájuk? Ha szeretnéd elérni őket, akkor nagyon is, ha nem, akkor pedig millió alternatíva és lehetőséged van más gyakorlatokat magasabb szintre emelni. Az volt a célom ezzel a három részből álló videósorozattal, hogy láthassátok, milyen lépcsők hova vezetnek. Egy tiszta képet kapjatok arról, miből mi lesz, és hogyan érheted el ezeket. Hogyan kezdheted el a saját utadat, és hova vezetetnek a már korábban átvett tényezők. Mindegyik gyakorlatról, kezdőtől a haladó videókig egy különálló rész lehetne készíteni, ha van rá igény, meg is tehetjük. Nagyon köszönöm a figyelmet! Ha szeretnél velem edzeni, és megnézni milyen egy teljes edzés, csatlakozz online közösségünkhöz, ahol megtanulhatod, hogyan edz, és hogyan tégy össze magadnak egy életre szóló, sikeres diétát. Nagy szükségem van rátok a következő témákhoz a kommentjeitekre. Miről néznétek videót szívesen, mi érdekel titeket? Ezt ne tartsátok magatokban, hanem a komment szekcióban írjátok meg. Ne felejtsetek el feliratkozni! Menet közben egyre többen vagyunk az első videó óta, ezt pedig köszönöm nektek. Én Deres Ádi voltam, találkozunk legközelebb egy új témával.